Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az ELT piaci körkében, február 6-a hétfő van, és ugye nem csak egy új hetet kezdtünk, hanem egy új hónapot is kezdtünk, ezért érdemes ilyenkor hétvégén átnézni akár a havi csártokat is, mert ezek előremutatóak lehetnek, hogy hogyan alakultak az elmúlt időszak havi gyertya zárásai. Tehát érdemes havonta egyszer ezt is megtenni azért, hogy utána lássuk a folyamatokat, esetleg hol lehetnek fordulások, mert ezek előre jelezhetnek akár hosszabb távú folyamatokat is, és ezt időben tudjuk észlelni a havi gyertyákon. A múlt hét elég érdekesen alakult kereskedési szempontból, ahogy ez várható volt, a híreknek köszönhetően csapkodás és kivárás jellemezte a piacokat. Ilyenkor erre kell figyelni, hogy az ilyen hírek idejében nem érdemes kereskedni, ha esetleg van nyitott pozíciód, akkor azt pedig vagy pluszban, vagy kis mínusszal lezárni minél gyorsabban, így akkor megúszhatjuk a nagyobb veszteségeket. Én is beleszaladtam két kisebb vesztő kereskedésbe, de időben le tudtam zárni, és ilyenkor ugye ezt szoktam mondani mindig, hogy nem csak fizikai stopban gondolkozok, hanem mentális stopban, és amikor látom, hogy nem úgy alakulnak a pozícióm, ahogy azt elvárom, akkor egyszerűen lezárom a pozíciókat, gyorsan meghozom a döntéseket, mert az első és legfontosabb a számla védelme. Így ezeket a kisebb veszteségeket a későbbiekben egy következő kereskedésben sokkal könnyebb lesz visszahozni, és ez nekem még a múlt héten sikerült is. Igaz, hogy egy kicsit áttépve a szabályomat pénteki nyitásokkal, de tudtam két olyant kötni, aminek köszönhetően tulajdonképpen ezek a veszteségek bőven visszajöttek. Ezekről is beszélek a későbbiekben, de szokás szerint először átmegyünk a Forex Factory oldalára, megnézzük, hogy a héten milyen hírek várhatók, mely devizapárokra lesz érdemes koncentrálni, és aztán folytatás következik a csártokon. Akkor vágjunk is bele, itt vagyunk a Forex Factory oldalán, ugye a hétfő nap általában kevés hírre szokott kecsegtetni minket, és nem igazán szoktak kiemelt hírek lenni, viszont ha a keddi napot megnézzük, itt azért elég komoly adatdömpingre számíthatunk már a keddi napon, és itt a hajnali órákban ausztrál dollár párokon lesznek fontos adatok, tehát ezek hozhatnak megint heves mozgásokat, itt eldőlhetnek esetleg konkrét irányok is a híreknek köszönhetően, és aztán a délutáni órákban szokás szerint fontosabb beszédek lesznek USA dollár és kanadai dollár párokon. Tehát itt a keddi napon azért jöhetnek heves mozgások, egyrészt az adatmennyiség miatt, másrészt a kiemelt hírek miatt. Tovább haladva a szerdai napra sem maradunk kiemelt hírek nélkül, itt a délutáni órákban lesz egy fontosabb beszéd, és az esti órákban is jöhetnek még esetleg fontosabb információk, úgyhogy erre érdemes figyelni a dollárpárokra. Ilyenkor mindenképp javasolni szoktam ugye a napos gyertyák zárását. Általában, hogyha a délelőtt nincsenek komoly kiemelt hírek, akkor igazából egész délelőtt jóformán semmi nem történik, majd kinyit az amerikai piac, megjönnek a hírek, jönnek a csapkodások, és aztán a nap végén majd egyszer csak zárulnak a napos gyertyák, és azok sokkal beszédesebbek lesznek, míg itt a csapkodásban esetleg lehetőségek után keresgélni. A csütörtöki napon is lesznek kiemelt híreink, itt a délelőtti órákban a GBP párokra lesz érdemes figyelni, és aztán itt az euró és az USA dollár párokon is jöhetnek fontosabb információk, úgyhogy itt a délutáni órákban ezekre is érdemes lesz figyelni, és aztán a pénteki napon is lesz bőven még kiemelt hírünk, délelőtti órában GBP, GDP adatok, itt ugye a GBP-ről fog szólni az egész délelőtt jóformán, és aztán ami igazán fontos lesz délután a KAT párokon, ugye munkanélküliségi adatok, és azért lesz USA dollár adat is, úgyhogy ez érdekes lehet még így a hét végére, ez hozhat hevesebb mozgásokat, és meglátjuk, hogy itt a KAT párokon eldőlnek-e esetleg az irányok. Semmiképp nem mondanám egy csendes hétnek, legalábbis így a hírek alapján, aztán majd meglátjuk, hogy ezek a hírek esetleg csapkodásokat hoznak, vagy esetleg hosszabb távú folyamatokat is el tudnak nekünk indítani, és lesz egy-két jó belépési lehetőségünk. Addig is viszont átmegyünk a csártokra, és megnézzük, hogy zártak a múlt heti hetes gyertyák, és milyen lehetőségek várnak ránk a héten, úgyhogy folytatás következik az X-Station felületén. És már itt is vagyunk az USA dollár index 7-es csártyán. Ugye múlt héten arról beszéltem, hogy most azért fontos szintek környékén van az árfolyam, és ilyenkor jöhet az a bizonyos heves mozgás, ezt türelmesen meg kell várni, és ez a múlt heti híreknek köszönhetően meg is történt. Ez az a kanocos gyertya, ami itt a heves mozgásoknak köszönhetően fontos szintek környékén ki szokott alakulni, és én ezeket türelmesen mindig megvárom, mert ezek általában jelzik azt, hogy jöhet itt egy kis megtorpanás, akár több hét oldalazás, vagy ha már a következő heti gyertya a szint fölött tud zárni teste, akkor az azt jelenti, hogy heves mozgással elindulhat felfelé egy kisebb visszateszt, visszateszteltünk korábbi időszakokat, és aztán meglátjuk, hogy itt le tudunk fordulni, megyünk tovább, vagy pedig ez a szint tartja magát, és aztán elindul egy nagyobb menet felfelé, és akár visszatesztelhetjük a későbbiekben az áttört havi szintet.
Tehát tudni fogjuk, hol lesz érdemes kereskedni, és hol nem. Inside báron belül nem javaslom a kereskedést, mert az sosem lesz jó kereskedés igazából, viszont hogyha itt elindul felfelé az árfolyam, akkor rövid távon akár lehet kereskedni felfelé, úgyhogy erre lesz érdemes figyelni a következő napokban, és a heti gyertyazárásokra majd. Akkor ennek fényében szokás szerint átnézik első körben a dollár, japán és CHF párokat, és azokat a lehetőségeket keresem, ami már a hetes szint felett van, vagy esetleg a hetes szint felett fordulós gyertya kialakult, ezeket keresem, mint lehetőséget. Az inside báron belüli kereskedést nem fogom erőltetni, tehát csak az elindult folyamatokra koncentrálok. Szerintem a többi dollárpáron is hasonló lesz a helyzet, így csak gyorsan véglapozzuk őket, euró, USA dollár. Itt ugye annyi a különbség, hogy itt még a hetes szintünk alapvetően nem sérül, és itt az előbb a GBP USD-nél jól látható volt ez a bizonyos dupla csúcs, ami esetleg hozhat esetleg tényleg egy komolyabb elindulás lefelé, de egyelőre itt még meg kell várnunk, hogy itt a szintek környékén mi fog történni, hogy zár a hetes gyertya, addig ezeken a párokon nem hiszem, hogy lesz jó kereskedési lehetőség, tehát most türelmesen meg kell várnunk, hogy a következő napok mit hoznak majd. Ez a hetes gyertya akár egy fordulást is jelezhet, viszont ahhoz, hogy ebből jó kereskedés legyen, ahhoz mindenképp sérülni kéne ennek a színnek lefelé, majd az abból való visszateszt után lehetne esetleg belépőket keresni, ami tudjuk, hogy megint napokba fog telni, mire ebből esetleg jó kereskedés lehet, úgyhogy egyelőre a dollár párkat lehet, hogy nem nagyon kéne figyelni. Így már lapozok is tovább, következő párunk NZD-USD, itt is ugye hasonló technikai kép látható, egyfajta dupla csúcs, itt most megjött a heves mozgással ez a kis shortos gyertya, fontos szinteknél vagyunk, tehát itt két dolog történhet, vagy oldalazunk egy ideig, és aztán elindulunk újra felfelé, vagy pedig jön egy lejtmenet, és jön egy komolyabb visszateszt. Meglátjuk, hogy a következő időszakban ezek a szintek, ez a kereskedési sáv milyen irányba fog sérülni, és majd annak megfelelően tudunk belépőket keresni, de ez megint időbe fog telni, mire ebből tényleg jó belépés lesz. És akkor utolsó dollárpárként ausztrál dollár, USA dollár. Itt is ugye fontos szintek környékén vagyunk, hogyha megnézzük ezt a vonalat, ha fölmozgatom ide, akkor láthatjuk, hogy a két évvel ezelőtti mélypontnál jár az árfolyam, és bár benéztünk a két évvel ezelőtti szint sávjába, viszont itt a múlt heti hetes gyertyában már vissza is jöttünk, tehát ezért kell figyelni, hogy itt amikor fontos éves szintre érkezik az árfolyam, és ez tulajdonképpen egy visszatesztje, csak tulajdonképpen a két évvel ezelőtti szintnek, amit áttört, tehát most simán jöhetünk újra majd lefelé, de meg kell várni, hogy itt a következő időszakban, itt a következő héten esetleg ez a gyertya hogy fog zárni, hogy ez csak most visszateszteli ezt az éves szintünket, és innen fordulunk lefelé, vagy pedig szignifikánsan újra be tudunk jönni a sávba, a két évvel ezelőtti sávba, mert akkor nyilván lehet folytatása a történetnek. Ilyenkor érdemes átmozgatni ezt a trendvonalat, mert most van egyfajta csúcsunk kialakulva, ahonnan lefordult az árfolyam, és itt fog eldőlni, hogy megyünk tovább lefelé, mekkora lesz esetleg a visszateszt, és az oldalazásból esetleg később megcsinálja a második menetben, akár egy ABCD alakzatban a célárunkat, ez a trendvonal lesz. Tehát egyelőre a dollár párokban nagy reménységet nem látok, így megyünk is tovább, még pedig a japán párokra, USA dollár japánnel folytatjuk. Itt ugye múlt héten arról beszéltem, hogy itt volt egyfajta fordulós alakzatunk, és most már több hete tulajdonképpen nem sérült ez a szintünk, viszont én azért tovább is várnám lefelé még az árfolyamot, de ez nem jelenti azt, hogy előtte nem jött egy kisebb visszateszt, visszatesztelve ezt az előző időszakot, és lehet, hogy innen egy pár hét múlva újra lefordul az árfolyam, és aztán csak lejövünk ide a trendvonal környékére. Türelmesen meg kell várni, tehát itt most, hogyha esetleg kereskedünk is, ugye ez még nem trendforduló, ez csak azt jelenti, hogy ennek az eső trendnek itt lesz esetleg egy kisebb visszatesztje, és aztán ABCD alakzatba jövünk még majd valamennyit lefelé, úgyhogy erre érdemes figyelni, hogyha itt valaki kereskedik a hetes szint felett, akkor azt mindenképp csak rövid távon tegye. Jó, következő japán párunk a GBP japán. Itt még megvan a nyitott pozícióm, egyelőre hagyom és meglátom, hogy a két évvel ezelőtti szint fölött tud-e maradni az árfolyam. Azt most meg lehetett figyelni itt a reggeli órákban, hogy a legtöbb japán pár azért ilyen geppel nyitott, tehát felfelé, tehát ahhoz képest, hogy itt zárt a múlt héten, és sokkal magasabban nyitott az árfolyam. Ennek biztos, hogy van valami oka, a kérdés csak az, hogy itt a szintek felett tudunk-e maradni tartósan, és ez csak simán egy visszateszt volt, visszateszteltük a két évvel ezelőtti legmagasabb pontot, mivel fölé zártunk, az ebből való visszateszt után pedig újra mehetünk felfelé, vagy simán jöhetünk újra lefelé, bármi megtörtént. A kérdés csak az, hogy szint fölött tudunk-e maradni itt a következő napokban, lesz esetleg zöld fordulós gyertya, mert akkor az mindenképp jelzésértékű lesz, hogy mi lesz az adott irány. Ezt a kötésemet majd a kisebb idősíkon fogom menedzselni, és meglátjuk, hogy a következő napokban mi lesz az irány, és annak megfelelően majd időben meg fogom hozni a megfelelő döntésemet.
Jó, mehetünk is tovább, euró, japán a következő. Itt is azért szépen látható, hogy araszolgat felfelé az árfolyam, és itt a gap nagyon jól látszik, hogy mennyivel magasabban nyitott a záró értékhez képest, és jó eséllyel följöhetünk egész a hetes szintekig, ugye az áttört hetes szintig, és aztán meglátjuk, hogy itt is lesz egy második láb, mint mondjuk az euró GBP-nél láthattuk, és hogyha ez a trendvonal tartja magát, akkor továbbra is felfelé várnám az árfolyamot, de ez még a jövő, meg kell várni, hogy ez a hét hogy zár, esetleg fölzárunk ide a szintek környékére, és az abból való visszateszt után lehet esetleg majd jó belépő. A dollárpárok után lehet, hogy a japán yen párok is felejtősek lesznek a héten, de azért gyorsan végignézzük, NZD japán yen a következő. Itt is ugye semmi más nem történt, még egyelőre a két évvel ezelőtti szint felett vagyunk, tehát itt volt egy nagy gyertyánk, áttört, ennek a visszatesztje zajlik most, és hogyha itt is a szint tartja magát, akkor nyilván előbb-utóbb, ha lesz fordulós gyertya, akkor itt is be lehet lépni felfelé, de mivel nincs lezárt zöld fordulós gyertya, ezért a héten valószínűleg ezen a páron sem kell kereskednünk. Bármennyire is szeretnénk többet kereskedni, amíg a feltételek a nagyobb idősíkon nem alakulnak ki, hiába megyünk le a kisebb idősíkról, abban reménykedve, hogy majd ott több kereskedési lehetőség lesz, csak nem lesznek jók az irányok, csapkodás lesz, és igazából nehéz lesz a kereskedés, teljesen felesleges addig a kisebb idősíkon erőltetni a kereskedést, amíg a nagyobb idősíkok feltételei nem teljesültek. Utolsó japán párunk pedig az ausztrál dollár japán. Itt is ugye már a trendvonal környékén oldalazik egy ideje, csapkod, van egy kereskedési sávunk, ugye ez a visszatesztünk, ez ilyen nagyon szép ABCD alakzatba lejött az árfolyam, leszúrt ide fontos szintekre, itt is még a két évvel ezelőtti szintek felett vagyunk, és ugye jelenleg van egy kereskedési sávunk, ez a visszatesztünk, ennek a legmélyebb gyertyája jelenleg ez a piros gyertya, tehát hogyha ennek a szintjét behúzzuk, akkor jól látjuk, hogy erről a szintről fordult le az árfolyam. És erről beszéltem az előbb is, hogy amikor azt látjuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. hete tulajdonképpen nem történik semmi, akkor ne ezeken a párokon akarjunk kereskedni, hanem azt nézzük, hogy hol vannak a jó lehetőségek, ahol elindulás előtt vannak az árfolyamok, ne az inside báron belüli kereskedést csináljuk, ezért jó a hetes szinteket behúzni, mert ha látjuk, hogy nincs az árfolyam a hetes szint felett, akkor ott nem kell kereskedni, és ezzel rengeteg kellemetlenségtől kimélhetjük meg magunkat. Az elmúlt hetekben azért volt kicsit nehezebb a kereskedés, mert a legtöbb páron ez a technikai kép látható, hogy inside báron belül vagyunk, oldalazunk, és a sávon belül kereskedés az mindig sokkal nehezebb lesz, mint a trendirányú elmozdulásokba való belépések. Így már lapozok is tovább, még pedig a CHF párokra, USA dollár CHF-fel kezdünk. Itt ugye a múlt heti híreknek köszönhetően csinált egy újabb mélypontot, és ez az a bizonyos hetes gyertya, amikor kialakul, mégpedig fontos éves szint környékén, az előző év mélypontján, akkor lehet esetleg fordulásba gondolkozni, de lehet megpihenés is. Itt a következő időszakban az fog kiderülni, hogy az e-heti gyertya szint fölött tud-e zárni, vagy sem. Ha szint fölött tud zárni, akkor azt jelenti, hogy rövid távon jöhet egy kis felpattanás, és ugye ez a vonalunk a két évvel ezelőtti legmagasabb pontunk, tehát a két évvel ezelőtti szint legmagasabb pontja. Itt két dolog történhet, vagy alulról visszateszteljük, ugye ezt a szintet, és aztán lefordulunk egy ABCD alakzatba, ABCD, vagy pedig tartósan a szint fölött maradva áttörjük ezeket a szinteket, és megyünk tovább felfelé. Ez ki fog derülni itt a következő időszakban, hogy melyik fog megvalósulni. Mivel egyelőre nem vagyunk a hetes szintek felett, így nincs teendő, GBP-CHF a következő. Ugye ez volt az egyik lezárt pozícióm, egy kis mínusszal lezártam, nem akartam tovább üldögélni benne, viszont még a potenciál benne van, hogy esetleg a szintektől újra felpattana az árfolyam, viszont ahhoz megint kell majd egy fordulós gyertya. És itt semmi más nem történt tulajdonképpen, nem tudta elsőre megcsinálni, ugye megcsinált ennek a szakasznak a 61-70 határt, és erre én sem figyeltem, és utána szépen lefordult az árfolyam, csinálja a második lábat, és hogyha ez a mélypont nem sérül szignifikánsan, akkor ez egy sima alakzat, ide be lehet majd húzni a trendvonalat, át lehet mozgatni most már, ilyenkor érdemes átmozgatni a trendvonalat, és akkor itt kiderül, hogy mi lesz az irány. Ugye, hogyha átmozgatjuk ilyenkor, amikor kialakul egy új csúcs, akkor könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mi lesz. Hogyha bezárunk ide a szintek alá, bejön az árfolyam, akkor az azt jelenti, hogy jön a lejtmenet, viszont hogyha a szint fölött tud maradni, akkor viszont itt a hold zónából a szinttörés után, a trendvonaltörés után simán elindult újra felfelé az árfolyam. Itt is ugye most ez a vonal, amit behúztam, ez már nem a hetes szint, hanem ez a három évvel ezelőtti, ugye legmélyebb évnek a szintje, tehát éves szintnél vagyunk, és egyelőre csak oldalazik az árfolyam, csinálja az alakzatokat. Sajnos a CHF párok ilyenek, hogy nagyon sokat oldalaznak és keveset trendelnek, és majd meglátjuk itt a következő napokban, milyen gyertya fog kialakulni.
Itt is mindenképp érdemes lesz a fordulós gyertyát megvárni, addig itt sincs sok teendő, így megyünk is tovább, Euro CHF. Itt is ugye most már nézzük meg, hány hete oldalazik az árfolyam, volt egy nagy gyertya, és ennek az inside báron belüli oldalazásba teljesen felesleges kereskedni, mert kereskedhetetlen, és ez a kisebb idősíkon is elég csúnyán néz ki ez a csárt, így már lapozok is tovább. NZD CHF a következő, itt is ugye nagyon szépen lefordult az árfolyam, itt viszont ugye egy fontos hetes szintünk is sérült, és simán visszajött az árfolyam akár erre a hetes szintre is. Ha egy kicsit itt is összép húzom a csártot, akkor láthatjuk a folyamatot, hogy tulajdonképpen egy esőtrendnek a visszatesztjében voltunk, kialakította a kis dupla csúcsunkat, megjött ez a bizonyos fordulós kis momentum gyertya, és jó eséllyel akár jöhetünk újra lefelé, benne lett a pakliban, viszont itt is azért meg kell várni, hogy itt a hetes szint környékén mi fog történni, lesz-e visszahúzódás, visszateszt, diszkontár, és majd csak utána keresnék belépőket, és általában ilyen nagy gyertyák után jöhet egy kis megpihenés, oldalazás, csapkodás, mielőtt esetleg újra irányba áll az árfolyam. Ha itt nem tud tartósan visszazárni a hetes szint fölé az árfolyam, akkor jó eséllyel jöhetünk újra lefelé, és akkor utolsó párunk az AUD CHF. Itt is ugye hasonló a helyzet, a két évvel ezelőtti legmélyebb pontra bejött az árfolyam, és aztán vissza is tesztelte, és most itt a következő napokban kiderül, hogy ez csak egy visszatesz, és jövünk tovább lefelé, vagy pedig megyünk tovább felfelé, visszazárva ide a két évvel ezelőtti sávba, és akkor ugye a következő célárm ez a hetes gyertya lesz. Tehát lehet, hogy itt most csak semmi más nem történik, fontos éves szintre érkeztünk, itt jön a csapkodás, áttörtük, visszateszteltük, és itt oldalazunk egy ideig, és előbb-utóbb meg fogja mutatni magát, hogy mi lesz az irány, és ez általában ugye hetes gyertyákban, ha szint fölött zár, akkor jó eséllyel mehet tovább felfelé az árfolyam. Hát egyelőre itt a főbb devizapárakon túl sok lehetőségről nem tudtam beszámolni, ezért átmegyünk a vegyes csártokra, és megnézzük, hogy ott mi a helyzet, hát ott esetleg lesz egy két jó lehetőség, úgyhogy folytatás következik a vegyes csártokon. És már itt is vagyunk az arany hetes gyertyán, és ugye már egy ideje arról beszéltem, hogy itt a tavalyi év legmagasabb hetes gyertya szintje, nézzük meg mi történt, gyönyörűen fel is szúr, ezért kell itt mindig kiszállni, egy kicsit berakni a TP-t a szint alá, hogy át tudja szúrni, le tudja zárni a pozíciót, és nézzük meg, le is fordult innen az árfolyam, viszont itt van most ugye ennek a legmagasabb gyertyának a szintje van behúzva, és egyelőre követem, és amíg ez a szint szignifikánsan nem sérül, addig tulajdonképpen lehet, hogy csak egy oldalazásban vagyunk, és előbb-utóbb újra visszajövünk megcsinálni ezeket a szinteket, és aztán utána a következő célár a tavalyi év legmagasabb pontja lehet, úgyhogy erre érdemes figyelni, és jól láthatóan a szintek gyönyörűen működnek, ugye hetes szinttől hetes szintig megcsinálta, megcsinálta, gyönyörűen. Viszont azt nem tudjuk előre megmondani, hogy itt le fog fordulni az árfolyam, vagy szignifikánsan áttör egy nagy gyertyába, és megy tovább, és ezért érdemes inkább a szintek környékén kiszállni, mert akit esetleg el tudta csípni időben, azért szép menetben tudott részt venni. Tehát most érdemes megvárni, hogy itt a hetes szint környékén hozzáér ez a hetes gyertya, és utána lehet esetleg majd újra felfelé gondolkodni, ha minden így marad. Jó, megyünk tovább az indexekre, DAX-szal kezdünk. Itt ugye a múlt hét is egy szép emelkedésbe ment át, és ugye hova várom fel már egy ideje, erről beszélek. A tavalyi év és a két évvel ezelőtti legmagasabb pontra, éves szintekre várom fel az árfolyamot. Nyilván itt volt egy nagyon szép menetünk, itt is egy ABCD alakzat fellelhető, viszont ugye itt most még ilyet egy kis oldalazás, lehet, hogy egy darabig inside báron belül maradunk, és aztán előbb-utóbb lesz egy jelzés, hogy újra el akar indulni az árfolyam, és akkor a célár a tavalyi év legmagasabb pontja lesz. Viszont ezt majd a kisebb idősíkon lesz érdemes figyelemmel kísérni, viszont a hetes csárt arra kell, hogy lássuk a folyamatokat, lássuk, hogy mi az irány, és abból való elindulásokra hol lehet számítani, hol vannak a fontosabb szintek, és a kisebb idősíkon így tudjuk majd jobban időzíteni a belépőinket. Jó, megyünk tovább a Nasdaqra. Ez az első olyan pozícióm, ami már visszahozta tulajdonképpen a múlt heti veszteségeimet is. Itt nagyon szépen már több száz pipben vagyok, és ugye itt áttörtük ezt a nyakvonalunkat nagyon szépen, és ide várnám fel erre a hetes szintre. Nyilván itt még van egy kis visszateszt, jöhet egy kis visszateszt, áttörtük ezt a nyakvonalunkat, tehát simán visszajött az árfolyam, viszont a pozícióm be van húzva nullába, nem engedem semmi kép, hogy mínuszba menjen, tehát a legrosszabb eset, hogy esetleg mélyebb lesz a visszatesz, akkor kistoppolódok, viszont hogyha nem jön ilyen mélyre vissza, akkor kényelmesen ki tudom ülni, míg felérkezik ide az árfolyam.
tehát már ez az egy kereskedés is visszahozta azt a mínuszt, amit elszenvedtem a múlt héten, úgyhogy ezért nincs jelentősége, hogyha becsúszik egy-két ilyen lehetőség. Megyünk tovább, és akkor az S&P 500-ot is megnézzük. Úgy itt is arról beszéltem, hogy a 7-es szintre várom fel, és nézzük meg, már nem sok hiányzik, hogy megcsinálja. Itt is egy ilyen ABCD alakzatban gyönyörűen jön fel az árfolyam, és amikor látjuk ezeket a fordulásokat, itt vannak azok a bizonyos kanócos gyertyák, amikor látható, hogy megtorpan az árfolyam, már nem akar lejjebb jönni, megjön a zöld fordulós gyertya, és itt a trendvonal környékének is csapódás után, de mindig el szokott indulni az árfolyam, és a 7-es szinttől a 7-es szintig kereskedünk, itt van 7-es szinttől 7-es szintig, ha ezt átviszi, akkor ugye a csúcs lesz a következő célár. Itt viszont már elég közel vagyunk a szinthez, úgyhogy ezt már nem bántanám, max esetleg abban az esetben, ha jön egy mélyebb visszateszt és az abból való elindulás lenne akkor a távolság, hogy érdemes esetleg még újra beszállni, viszont hogyha itt simán csak felszúr, akkor már lemaradtunk erről a lehetőségről, és akkor meg kell várni a következő belépést. Ennyit az indexekről, tehát esetleg még a Nasdaqon, hogyha lesz egy szép visszateszt, utána még lesz esetleg lehetőség a belépésre, erre majd érdemes figyelni. Megyünk tovább a GBP-ut, GBP-NZD, Euro-ut, Euro-NZD párokra. GBP AUD-dal kezdünk. Itt ugye már ideje szórakozik az árfolyam, be vagyunk szorulva egy FIBO szint és a 7-es szint közé, és innen még nem tudta eldönteni, hogy mi lesz az adott irány. Türelmesen meg kell várni, hogy esetleg újra a szintek fölé tudunk-e zárni, lesz-e zöld fordulós gyertya, viszont itt ez a kanócos gyertya azért már sejthethet valamit. Ettől függetlenül még simán elindulhat lefelé az árfolyam, ezért kell türelmesen megvárni, hogy a 7-es csárton mutassa meg, hogy mi lesz az egyértelmű irány. Amíg ez nincs meg, addig nem kell kereskedni. És a kisebb idősíkon úgyis látni fogjuk a napos gyertyákból, hogy felfelé gondolkozik az árfolyam, vagy esetleg shortos irányba, mert akkor nyilván jöhetünk újra lefelé, de meg kell várni, hogy itt a szintek környékén mi történik. Itt még a vevők és az eladók harcolnak egy ideig egymással, úgyhogy hagyom is őket, hadd harcoljanak, majd amikor egyértelmű lesz, akkor visszatérünk rá. GBP-NZD a következő. Itt is ugye a múlt heti 7-es gyertyában csinált egy újabb mélypontot, tehát jelenleg ennek a visszatesznek ez a legmélyebb gyertyája, és itt is ugye fontos szinteknél vagyunk, viszont itt, hogyha kicsit összébb húzom, azért látható, hogy itt azért egyértelműen innen pattant fel a zárfolyam, tehát már egyszer megcsinálta azt az éves szintet, a két évvel ezelőtti szintünket, és most tulajdonképpen itt oldalazik. A kérdés csak az, hogy tudjuk-e esetleg áttörni ezt a 7-es szintet, és a következő hetekben esetleg újra elindulhat felfelé az árfolyam. Nyilván majd a héten kijövő hírek ezt eldöntik. Tehát a lényeg, hogy amikor kialakul egy utolsó, legmélyebb 7-es gyertya, és a következő gyertya testtel a szint fölé tud zárni, akkor az egyértelmű elindulás lesz, és az azt jelenti, hogy akkor hevesebb mozgással gyorsabban megteheti ezt az útvonalat. Viszont hogyha nem tud testtel a szint fölé zárni, akkor lehet, hogy még egy vagy két hétig el fog itt szórakozni az árfolyam, mielőtt eldönti, hogy mi lesz az irány. Ezért szeretem a 7-es és a napos csártokat, mert itt van bőven időm, hogy meghozzam a döntéseimet. És amíg nincs egyértelmű jelzés, addig nem kell kereskednem, és ezáltal rengeteg rossz kereskedésből kimaradok. Jó, és akkor nézzük, mi a helyzet az eurpárok esetében, euro-audnál. Itt ugye jól láthatóan ez a múlt heti 7-es gyertya, ez egyfajta ilyen kis fordulós gyertya, tehát ha ide a nyakvonalra behúzunk egy vízszintes vonalat, akkor jól látható, nézzük meg, hogy hány hete, hány hónapja oldalazik az árfolyam. Kereskedhetetlen, tehát nagyon nehéz kereskedni, de előbb-utóbb a 7-es gyertyákban lesz egy olyan szituáció, amikor újra elindul majd az árfolyam egy nagyobb menetre, viszont amíg ez nem történik meg, addig nincs teendő, de egyelőre ez a belső nyakvonal tartja magát, ami azt jelenti, hogy rövid távon mindenképp felfelé várnám az árfolyamat, és amíg ezt a 7-es szintet, ezt a 7-es gyertya szintjét nem ütjük át, addig tulajdonképpen nem lesz hosszabb távú folyamat, és akkor a következő célár ugye első körben a tavalyi év legmagasabb pontja lesz, és hogy azt át tudja vinni, akkor ugye a két évvel ezelőtti legmagasabb pont lesz a célár. Tehát itt ebből az oldalazásból, ha egyszer ki tudunk törni, akkor ebből még egy szép menet lehet felfelé, viszont ez még egyelőre várat magára. Ettől függetlenül azért majd figyelemmel lehet kísérni, hogy itt a következő napokban a kisebb idősíkon rövid távon lesz-e lehetőség, de ezt majd úgyis átnézzük a későbbiekben. Euro-NZD a következő. Itt viszont nagyon szépen visszazártunk ugye a múlt héten a híreknek köszönhetően erre a 7-es szintünkre, és egyelőre meg kell várni, itt is most ugye van egy folyamatunk, van egy lejövetelünk, van egy első lábunk, és ezt ilyen kicsit ilyen ABCD alakzatban csinálta meg, tehát itt meg kell várni, hogy lesz-e szintörés, akkor szintörés után be lehet lépni felfelé, hogyha lesz visszateszt. Ha viszont még előtte lesz egy visszateszt,
akkor utána az abból való fordulásban lehet gondolkozni felfelé, és akkor a célár ugye egyrészt ez a szint vagy ez a szint, tehát a tavalyi év legmagasabb szintje lesz az elsődleges célár. Amíg viszont nem lesz egyértelmű szinttörés, még az is benne van a pakliban, hogy ez csak egy visszateszt volt, alulról visszateszteltük ezt a szintet, és lehet, hogy egy ABCD alakzatban jövünk újra lefelé, tehát mind a két irányba kell gondolkoznunk, de nyilván majd a technikai kép előbb-utóbb úgyis igazolni fogja, hogy mi lesz az irány. Hát eddig itt a vegyes csátokon sem tudtam túl sok lehetőségről beszámolni, de azért megyünk tovább. Gyorsan ránézzünk az AUD NZD-re is, mert ezt többen kérték. Itt ugye volt egy nagy esésünk, és aztán utána szépen elindult az árfolyam a hetes szint után, és itt volt egy fordulós gyertyánk, de láthatóan ez a fordulós szint még nem tudta átvinni, tehát ennek a gyertyának a insert bárjában belül vagyunk, tehát ezért kell türelmesen várni, mert azért felérkeztünk egy szintre, és lehet, hogy el is egy ABCD alakzatba jövünk újra lefelé, bármi megtörténhet. Tehát türelmesen meg kell várni, hogy itt a kisebb idősíkon érdemes ezt figyelembe kísérni, hogy nézzük meg 1, 2, 3, 4, 5. hete egy ilyen oldalazásban van. Tehát ezért nehéz most a kereskedés, mert a legtöbb devizapáron ez a technikai kép látható, inside báron belüli oldalazások. Ez az időszak most egyértelműen a rövidebb távú kereskedéseknek kedvezett, tehát ilyen egy-két napos kereskedések, vagy esetleg napon belüli kereskedésekben lehetett inkább gondolkozni, tehát ilyenkor türelmesen meg kell várni, hogy a folyamatok kialakuljanak, és ilyenkor kell még nagyobb türelmet tanúsítani, hogy ezeket az időszakokat kivárva, a jó lehetőséget időben észrevéve be tudjunk lépni majd a megfelelő helyen. Jó, megyünk tovább a katpárokra, USA dollár, kanadai dollár. Itt ugye érdekes a szituáció, ez is egy szép formáció, a jelenlegi állás szerint ugye volt egy lejövetelünk, meg volt az első lábunk, gyönyörűen a hetes szinttől hetes szintig működött a történet, aztán innen is a hetes szintről hetes szintre lejött az árfolyam, kicsit alá is jött, és ugye erről beszéltem, hogy itt nem tudom megmondani, hogy itt jövünk tovább lefelé, és esetleg sérül ez a szint, vagy pedig itt jön mondjuk egy fordulós gyertya, de ez még simán nem biztos, hogy egy fordulós gyertya, lehet, hogy csak visszateszteltük alulról ezt a hetes szintünket, és lehet, hogy utána jövünk újra lefelé. Ezért kell türelmesen megvárni, hogy a hetes gyertyák hogy zárnak szint fölött vagy szint alatt, mert ez mutatja majd a hosszabb távú irányokat, de jó eséllyel, hogyha szint fölött tud maradni zárfolyam, akkor ebből is jöhet egy nagyobb menet felfelé. Tehát, hogyha a lehetőségeket keressük, akkor én az ilyen tiszta alakzatokat szeretem, amikor nagyjából látható, hogy megvannak az alakzataink, megvannak a fordulós gyertyáink, és az abból való elindulás lehet kereskedni, tehát erre a párra mindenképp érdemes lesz figyelni, és hogyha a következő időszakban ugye itt a híreknek köszönhetően, meg a szinteknek köszönhetően jöhetnek dollár erősödések, ha csak rövid távon is, az mindenképp felfelé mozgathatja az irányokat, úgyhogy erre a párra érdemes lesz majd figyelni. Következő katpárunk nem más, mint a GBP-ka, de ezen volt a másik vesztőkereskedésem, ezért használom a mentális stoppot, tehát nem várom meg minden esetben, hogy kistoppolódjak a fizikális stoppal. Ha látom, hogy rosszul alakul a kereskedés, akkor minél előbb zárom, hogy minél kisebb veszteséget okozzak magamnak. Itt is van ugye egy kereskedési sávunk, ez volt az a szakasz, amin belül mozgott az árfolyam, bár ez most sérülni látszik, majd a kérdés csak az, hogy itt vissza tudunk-e zárni ebbe a sávba, és maradunk egy oldalazó szakaszba, vagy további lejtmenet következik, ez majd a héten kiderül a híreknek köszönhetően. A jelenlegi technikai kép alapján várni kell még a következő jó belépésre, így megyünk is tovább, eurókad a következő. Itt viszont még nem indult el a folyamat, ugye itt vagyunk a tavalyi év legmagasabb pontján, de már többször felszúrt, és kérdés csak az, hogy itt az utolsó legmagasabb hetes gyertya a szintje fölött tud-e maradni az árfolyam, vagy itt is előbb-utóbb szépen azért elindul egy folyamat. Ugye itt megtört a trendünk, simán jöhet egy visszateszt, akár egy mélyebb visszateszt is, és az abból való elindulás lehet esetleg egy következő menet, viszont arra figyelnünk kell, hogy itt van a két évvel ezelőtti mélypontunk is, tehát hogyha nem lesz túl mély a visszateszt, akkor lehet, hogy csak ezt a sávot, mivel ebben a sávból jöttünk vissza, visszateszteli, és utána újra indul tovább, meglátjuk, hogy melyik fog megvalósulni. Mivel itt is fontos éves szintnél van az árfolyam, ezért várok egy egyértelmű elmozdulás valamilyen irányba, és majd utána keresek esetleg belépési lehetőségeket. Így már lapozok is tovább a következő párunkra, NZD CAD. Itt is ugye elindult a folyamat, simán jöhet még egy kisebb visszateszt, visszatesztelvét a trendvonal környékét, és itt várnék esetleg egy fordulós gyertyát, hogyha itt megjön, akkor újra mehetünk újra felfelé, vagy akár további esések is jöhetnek, bármi benne van a pakliban. Itt is ugye fontos előző évek szintjeinél vagyunk, és a tavalyi év szintjét is ugye szépen elértük, tehát nyilván, hogy várható egyfajta kis visszateszt, konszolidáció, oldalazás, és majd meglátjuk, hogy utána milyen irányba fog kitörni az árfolyam. Az eddigi katpára közül talán még az USA dollár, kanadai dollárban látok fantáziát, ott szépen alakult a technikai kép, fordulós alakzat, és hogyha a szintek fele tud maradni az árfolyam, akkor ott látok fantáziát, főleg, hogyha esetleg itt a következő időszakban jöhet egy kis dollár erősödés,
úgyhogy mindenképp ezzel számolni. A többi kattpáron viszont jelenleg nem túl sok lehetőség van, ezért megyünk tovább az utolsó kattpárunkra, ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is ugye felérkezett az árfolyam gyönyörűen a tavalyi év szintjére, tehát high-low szintek, ugye ezek a célárai, és innen le is fordult az árfolyam, egyrészt a hírek miatt, másrészt pedig azért, mert itt ugye fontos szintnél vagyunk, és valószínűleg sokan itt ki is szálltak a pozíciókból. Itt most türelmesen meg kell várni, hogy mennyire lesz mély a visszateszt. Nyilván itt is van egy trendvonalunk, simán ráhűlhet ide is az árfolyam, de jöhet akár mélyebbre is, ugye az előző évek szintjei azok itt vannak. Itt van egy belső nyakvonalunk is, tehát ennek a szint környékére várnám az árfolyamot, és utána az abból való fordulást kereskedném esetleg újra. És akkor nézzük, milyen helyzet az EUR-GBP páron. Itt jól látható, hogy a múlt hét egy komoly emelkedésben volt, ugye várható is volt, mivel itt volt a hetes szintünk, ezt a szintet áttörtük, itt ugye visszateszteltük, szépen ráült az árfolyam, megjelent az a bizonyos kis fordulós alakzat, és itt a napos csárton egy szép napos gyertyában már be lehetett lépni, és el is indult felfelé. Itt ugye az elsőleges célár a két évvel ezelőtti legmagasabb pont, ugye ez volt a két évvel ezelőtti legmagasabb szintünk, első körben ide várnám, egyszer már ide felszúrt, de nagy valószínűséggel újra fel fog jönni, és aztán utána a tavalyi év szintjét is megcsinálhatja idővel. Nyilván itt még idővel jöhet majd egy kis visszateszt, mivel itt ezt a kis csúcsot áttörtük, tehát ennek a visszatesztje jöhet, tehát az azt jelenti, hogy rövid időre esetleg az angol font dominálhat egy picit az euróval szemben, és aztán lehet, hogy folytatja az útját felfelé. És akkor utolsó párként gyorsan ránézünk az USA dollár HUF-ra is, hogy ott mi a helyzet. Itt is ugye hetes csárton vagyunk, jól látható, hogy a múlt héten nagyon szépen kialakult itt egy kis kanócos gyertyánk. Itt azért annyira fontos szintek környékén még nem vagyunk, itt vannak fibó szintek is, de ezt meg kéne nézni, viszont a lényeg az az, hogy itt jöhet rövid távon, akár itt is egy kis felpattanás, hogyha ennek a hetes szintnek a szintje fölé tud zárni az e-heti gyertyánk, akkor visszateszteltünk korábbi szinteket, ami egy rövid távú visszatesz lesz, és utána akár folytathatja az útját újra lefelé, de rövid távon arra kell figyelni, hogy ez a hét hogy zár, ha a szint fölött zárunk, akkor jó esélye rövid távon dollár erősödésre számíthatunk. Ezzel a hetes csártokkal meg is vagyunk, mielőtt átmennénk a napos csártokra, gyorsan megmutatom azt a két kötésemet, amivel tudtam kompenzálni a múlt heti veszteségeimet, ezt két dollár páron tudtam elérni, úgyhogy hamarosan ezt fogom bemutatni. És már látható is az első kötésem, ami nem más, mint az USA dollár norvég korona. A csütörtöki gyertyában már következtetni lehetett arra, hogy jó eséllyel újra felfelé próbálkozik az árfolyam, most már több hete hónapja itt oldalazott ennek a színnek a környékén, és nem tudott elindulni, és ebben a csütörtöki gyertyában és a pénteki hírekre kalkulálva arra számítottam, hogy nagy eséllyel felfelé mehet az árfolyam, és nézzük meg gyönyörűen a mai nappal szinte meg is csinálta a céláramat, itt nagy valószínűséggel ki is fogok lépni. Itt már nullában van a pozíció, és a pénteki napnak köszönhetően gyönyörűen elindult az árfolyam, úgyhogy már simán ledolgoztam a múlt heti veszteségeimet, és volt még egy kötésem, az USA dollár svéd koronám, itt is nagyon szépen elindult az árfolyam, és ebben a kis fordulós gyertyában számítottam rá, hogyha jó hírek jönnek, akkor itt is felfelé mehetünk tovább, és ez az ABCD alakzatban, itt van ez a kis nagyon szép kis fordulós gyertya. Igaz, hogy itt egy kicsit a szabályomnak ellenmentem, de ilyenkor jön be az, amikor a piaci hangulatot figyelem, és itt vannak a jelzések, napos gyertya, hírek várhatóak, tehát heves mozgásra számíthatunk, és egy kis kockázattal ki tudtam magam próbálni, hogy jó lesz-e az irány, és nyilván még a hetes szintek alatt voltunk, de ezek a rövid távú kereskedések, egy-két napos kereskedések, ide felvárom szintén az előző hónap szintjére, ha megcsinálja, akkor ebből is kilépek, itt is már nullában van a pozícióm, tehát nincs mit vesztenem, úgyhogy bőven visszahoztam a múlt heti veszteségeket, és általában pénteken nem szoktam kereskedni, viszont itt elég egyértelmű volt, hogy itt közeljövőben sok oldalazás után valamilyen irányú elmozdulás várható, és ennek köszönhetően sikeresen be tudtam lépni ebbe a két pozícióba. Ezek azok a kötések, amire nincs reális magyarázat, mert minden szabályt megszegtem. Igaz, hogy ide be tudnék húzni most egy trendvonalat, és hogyha a szinttörésre kalkulálok, akkor végig is volt szinttörés is, trendvonaltörés is, de igazából már meg kellett előlegeznem előre a lehetőséget, és nem tudtam, hogy hogy fog alakulni, mert bármi történhetett volna, simán bezuhanhatott volna az árfolyam, és itt jön be az, ami már nem tanítható, amikor érzed a piaci hangulatot, érzed a lehetőségeket, megvannak a jelzések, de még kicsit idő előtt vagyok, és ezeket az idő előtti kitöréseket szeretem kereskedni, és aztán kiderül, hogy igazam lesz-e vagy sem. És ez az a kockázatvállalás, amit nem lehet tanítani. A technikai részt, hogy hol lépjél be, milyen szintek környékén, az könnyen megtanulható, viszont az, hogy ilyen helyzetekben megmered-e hozni a döntés, az pedig már mind pszichológia és mentális felkészültség kérdése.
Jó, ennyit ezekről a kötésekről, akkor most átmegyünk a napos csártokra, végignézzük újra a teljes folyamatot, és megnézzük, hogy esetleg rövid távú kereskedésben hol gondolkozhatunk, mely párokon lesznek esetleg kisebb lehetőségek, úgyhogy folytatás következik a napos csártokon. És már itt is vagyunk az USA dollár index napos csártyán, ugye hetes csárton láthattuk, hogy valahol itt van a hetes szintünk, és jó eséllyel már a hetes szintek felett is vagyunk, napos szintek felett is vagyunk, viszont ez még mindig csak rövid távú dolog, ez egy rövid felpattanás, mert ugye meg kell néznem ilyenkor, hogy a következő sáv az hol van, és ugye itt van a 2 hónappal ezelőtti mélypontom, tehát ahhoz, hogy ebből egy kicsit tartósabb, hosszabb visszateszt legyen, ahhoz mindenképp szintek fölé kéne zárni, visszatesztelni, és utána a szintek fölött maradva tovább folytatni ezt az emelkedést, és akkor első körben ugye előző hónap és a 2 hónappal ezelőtti szinteket nézzük, de ugye itt van a 3 hónappal ezelőtti legmagasabb pont is, ami nagyjából megegyezik a 2 hónappal ezelőtt és az előző hónap szintjeivel, és így lépegetünk vissza, és nézzük meg, hogy mik a lehetőségek. Viszont amit szoktam javasolni, ugye, hogy amikor megvan a visszatesztünk, akkor az első felpattanásban, ebben az első emelkedésben én nem veszek részt, mert nem tudom, hogy hol fog fordulni az árfolyam, és amíg nem lesz fordulat, nem lesz egy kis nyakvonalam, ami után majd a trendvonalat át tudom igazítani, addig én nem kereskedek. Türelmesen megvárom, hogy itt meddig megy, utána lesz-e visszateszt, a szint fölött tud-e maradni az árfolyam, és majd a következő menetben, ha lesz, akkor majd belépek. Tehát amiről most beszéltem az előbb, az valószínűleg nem ezen a héten fog megtörténni, ugye mindig ezt keresem, hogy felpattanás, visszateszt. Tehát én a diszkont árat keresem, tehát nem a felszálló ágba szeretek kereskedni, hanem amikor már tudom azt, hogy honnan fordult le az árfolyam, türelmesen megvárom, és ez valószínűleg még egy jó pár napba bele fog telni, mire ebből esetleg egy ilyen alakzat kialakul, viszont itt, ha hagyom futni az árfolyamot, és majd utána ő megmutatja, hogy melyik az a szint, amit ő tisztelni fog, honnan fog lefordulni, és az lesz az nekem a céláram, és amikor megvan a diszkontáram, akkor tudom, hogy már mettől meddig kereskedhetek, és innentől tudom tervezni a kereskedést. Amíg ez nem alakul ki, nem kereskedem, vagy nagyon ritka esetben, hogyha teljesen egyértelmű történet, és elég nagy távolság van a szintek között, itt viszont nagyon kicsi a távolság, és már nem sok hiányzik, hogy bármikor elakadhat az árfolyam, tehát mindenképp kell valahol nekem egy piros gyertya, hogyha nem jön vissza már a következő gyertyában pirosan a szintre, akkor lehet, hogy 1-2 napig megyünk felfelé, és majd csak 3-4 nap múlva jön meg az a bizonyos piros gyertya, az utána való piros gyertyák, ha befejeződtek, jön a zöld gyertya, fordulós gyertyaként, és majd abba belépek. Ez a folyamat, és ez rengeteg türelemre szükség, hogy ezt ki tudjuk várni. Tehát jelenleg dollár erősödés látunk, és ennek függvényében most gyorsan végignézzük a dollár párokat, valószínűleg az ellenkezőjét fogjuk látni, de azért gyorsan átlapozzuk, hogy mi a helyzet. GBP-USD-vel kezdünk, itt ugye gyönyörűen megvan ez a dupla csúcs formáció, és innen le is fordult az árfolyam. Ugye most a naposon ez az én kereskedési sáv, amiről az előbb is beszéltem. Tehát amíg ez egyértelműen nem sérül felfelé vagy lefelé, addig mit csinálunk? Oldalazunk. Ugye akkor lesz trendirányú elmozdulás, amikor ezek a szintek sérülnek, tehát vagy mélypontok, vagy pedig csúcsok, völgyek sérülnek, addig viszont oldalazunk, tehát egyértelmű szinttörés, abból való visszatesz, és utána való elindulás. Ugyanúgy lefelé szinttörés, visszatesz, és abból való elindulás. Ezt keresem. Amíg ez nem történik meg, addig oldalazunk. Ami nem jelenti azt, hogy ha leér ide az árfolyam, és lehet, hogy csinál megint egy heves mozgást, visszarántják az árfolyamot, maradunk a sávban, akkor itt rövid távon megint lehet kereskedni felfelé, és akkor szépen lesz belőle egy ilyen W alakzat, de ez még korai lenne, hogy megnézzük. Türelmesen meg kell várni, hogy itt mi fog történni a szintek környékén, nagy valószínűséggel előbb-utóbb ide le fog szúrni az árfolyam, és majd az abból való elindulást megnézzük, hogy utána rövid távon tudunk-e újra felfelé kereskedni. A dollár pároknál ezt a logikát fogom követni, úgyhogy gyorsan véglapozzuk, euró-USA dollárra következő. Itt ugye nem igazán volt dupla csúcs, hanem itt volt előző hónapok szintje, amit áttört, és most annak a visszatesztje zajlik, és lehet, hogy itt később lesz majd egy újabb felpattanás, amiből lehet később egy dupla csúcs, és hogyha ezt a szintet nem viszi át, akkor jöhet egy nagyobb visszatesz. Ugye egyrészt itt most megtörni látszik ez a trend, de addig, amíg itt ugye nem lesz egy mélypontunk, és abból való visszahúzódás, addig ezt a trendvonalat nem tudom ide átmozgatni. Ha ez meg lesz itt, és utána átmozgatom a trendvonalamat, és hogyha újra sérül ez a szintünk, a trendvonalunk, akkor már jó esélye beszállhatunk, viszont ugye itt is itt vannak a különböző célárak, az előző hónap mélypontja, akkor a 2 hónappal ezelőtti legmagasabb pont, vagy 3 hónappal ezelőtti legmagasabb pont, tehát ezeket lehet így majd szépen keresgetni, viszont ahhoz kellenek a visszahúzódások, hogy legyen diszkontárunk, és abból legyen jó belépünk.
Itt is odébb van még a jó belépési lehetőség, megnézzük az NZD-USD-t. Itt is hasonló helyzet, mint a GBP-USD-nek is, dupla csúcs, lefordult az árfolyam, ez a kereskedési sávunk, és meglátjuk, hogy hogyan tovább. Tehát itt most túl sok időt nincs értelme keresgetni, mert nincsenek igazán jó belépési lehetősége. Gyorsan megnézzük az ausztrál dollár, USA dollárt is. Itt is hasonló helyzet, lefordult az árfolyam, és most tulajdonképpen a trendvonal sérült lefelé. Ugye itt még mindig csak az előző hónap, két hónappal ezelőtti szintet teszteljük vissza. A kérdés csak az, hogy mennyire mélyen jövünk be ebbe a sávba, esetleg utána itt egy kis visszatesz után jövünk újra lefelé, vagy pedig esetleg innen fel tud pattani az árfolyam, és kialakít itt is egy dupla csúcsot. Ez majd a jövő zenéje, de minden egyes forduláskor kellenek azok a bizonyos, amit mondtam mindig, bizonyos heves mozgások, hogy mutassa meg, hogy hol lesz az a bizonyos utolsó, legmélyebb napos kanócos gyertya, ami után esetleg újra elindulhat felfelé az árfolyam. Itt most még egyelőre trendirányról beszélünk, mert még csak az előző áttört szintnek a visszatesztje zajlik, tehát rövid távon simán még visszajöttünk még egy karikára, és utána megváltjuk, hogy hogyan tovább. De most még figyelnünk kell, hogy hol fejeződik be, hol alakul ki az utolsó legmélyebb napos gyertya, és az abból való elindulást esetleg rövid távon majd lehet kereskedni. Ennyit a dollárpárokról, megyünk tovább a japán párokra, USA dollár, japán jennel kezdünk. Ugye itt most egy felpattanást látunk, ugye itt volt az utolsó legmélyebb kis napos gyertyánk, és annak a szintje fölé zárt az árfolyam, viszont itt vannak a következő hónapok szintjei, két hónappal ezelőtti mélypont, tehát most ebbe a sávba jöttünk be, és ugye a következő célár az előző hónap legmagasabb pontja lett. Ha maradunk ebben a sávban, akkor nyilván előbb-utóbb a visszateszt után mehetünk újra felfelé, és akkor itt van a 3 hónappal ezelőtti mélypont, ami nagyjából megegyezik a 2 hónappal ezelőtti legmagasabb ponta, és így nézem a szinteket, hogy mi lehet a következő célár, és mindig a visszateszteket keresem, a diszkontárat és az abból való elindulásokat, és utána tudok célárazni rövid távon. Itt is türelmesen meg kell várni, hogy meddig megy el az árfolyam, honnan fordul le, legyen diszkontár, és majd utána lehet egy következő menetre belépni. Megyünk tovább a GBP japánjára, ugye itt volt a pozícióm, és egy szép geppel nyitott most a hét, és jól láthatóan visszazártunk a napos szintünk fölé, tehát nem jött le a mélypontra teljesen az árfolyam, egy oldalazó szakaszban vagyunk, és a kérdés az, hogy itt a havi szintek fölé is vissza tudunk-e zárni, ugye ez volt az utolsó legmagasabb hónap legmélyebb pontja, tehát hogyha ebben a sávban vissza tudunk zárni, akkor újra mehetünk felfelé. Nyilván itt van egy előző hónapunk is, tehát mivel ez egy szűk hónap volt, hogyha így marad az árfolyam, akkor jó esélye ezt áttörve, visszatesztelve egy komolyabb menetben is részt vehetünk, de ez még a jövő zenéje. A kérdés az, hogy itt a következő napokban esetleg egy momentum gyertyába vissza tudunk-e zárni a havi szintek fölé. Itt a következő napok napos gyertyái majd úgyis megmutatják, hogy mi lesz az irány, és ennek megfelelően majd úgyis időben meghozom a kellő döntést. Megyünk tovább, euró, japán a következő. Itt is ugye nagyon szépen, itt viszont már vissza is zártunk ebben a múlt heti gyertyában a havi szint fölé, és jól látható, itt is megvolt az a bizonyos kis alakzatunk, itt nagyon sokat szórakozott az árfolyam, mert ez az előző csúcsot nem tudta átvinni, és aztán lefordult az árfolyam, de már a következő gyertyában vissza is zárt, tehát rövid távon úgy tűnik, hogy itt esetleg ezekben lehet felfelé menetben egy kis kereskedési lehetőség, viszont érdemes megvárni mindenképp egy kis visszatesztet, és az abból való elindulást kereskedni, és akkor mehetünk a következő napos szintig. Ezek rövid távú kereskedések, de még nem kizárt, hogy ezekből lehet a későbbiekben egy-két jó kereskedés, tehát itt első körben a japán párokban látok fantáziát. Jó, nézzük mi a helyzet az NZD japán párom. Itt is ugye egyelőre még napos szintek felett vagyunk, tehát ez volt az utolsó legmélyebb napos gyertyánk, ennek a visszatesznek, itt nagyon szépen megcsinált ezt a kis dupla ajt, meg volt a nyakvonalunk, ezt nem tudta egyértelműen átvinni, ezért szoktam mindig mondani, hogy amíg itt nincs egyértelmű szignifikáns törés, addig ez történik, hogy egy kis fals kitörése újra visszajön mélyen az árfolyam, de viszont még itt benne vagyunk az előző legmagasabb hónap, tehát ez volt a 2 hónappal ezelőtti hónap ment a legmagasabbra, és ennek a sávjába jelenleg benne vagyunk, tehát most még tartja magát. Itt van ez a bizonyos hold zónánk, amikor kialakul egy újabb csúcs, akkor átmozgatom a trendvonalat, és ez lesz az újabb hold zónám. Napos szintek felett vagyunk, havi szintek felett vagyunk, tehát egyelőre most még jól áll a dolog, viszont hiányzik az a bizonyos fordulós momentum gyertya, amire esetleg újra be lehet majd lépni. Hogyha ez itt megjelenik, akkor jó eséllyel mehetünk felfelé, de meg kell várni, hogy itt a szintek tartják-e magukat, mert még itt simán újra bejöhetünk a szintek alá is.
Itt is érdemes lesz figyelni, hogy lesz-e momentum gyertya, és az milyen irányú elmozdulással lesz. Úgyhogy megyünk tovább, utolsó japán párunk, ausztrál dollár japán. Itt viszont még ugye nem tudtunk sem a havi szint fölé, sem pedig az utolsó legmélyebb napos gyertya szintje fölé zárni. Tehát most már itt oldalazunk lassan 3 hónapja, de egyelőre még úgy tűnik, hogy nem nagyon akar beszakadni az árfolyam lefelé. Tehát még simán itt is jöhet egy momentum gyertya, hogyha a héten ugye fontos adatok jönnek Ausztráliából, azt hiszem a keddi napon, tehát akkor simán meg lehet az, hogy a hajnali órákban, ha jó hírek jönnek, akkor mehetünk újra felfelé, de meg kell várni mindenképp, hogy a napos gyertya hogy fog zárni, testtel a szint fölött, vagy csak egy kanóccal, nem mindegy. Tehát szerintem itt a japán párok közül is lesz egy-kettőben lehetőség, majd meg kell nézni, hogy melyik lesz a domináns a négy közül, és melyikben van jobb technikai kép, hol van esetleg nagyobb potenciál felfelé, és azt az egy párt kell majd kereskedni. Jó, megyünk tovább a CHF párokra, USA dollár CHF-fel kezdünk. Itt ugye az látható, hogy a múlt héten ugye kialakított egy utolsó, legmélyebb kanócos gyertyát, és tulajdonképpen most itt már napos szintek felett is vagyunk, és szépen arra szolgált felfelé az árfolyam, de itt is egy szűk sávban mozgott nagyon sokáig az árfolyam, tehát a múlt hónapnak a sávja az tulajdonképpen ez. Visszajöttünk a 2 hónap ezelőtti sávba is, de ez sincs túl messze, mint célár, úgyhogy mindenképp meg kell várni, hogy meddig megy el az árfolyam, lesz-e visszatesz, és az abból való elindulás után akár itt is visszajöhetünk fontosabb szintekre, havi szintekre, úgyhogy érdemes lesz figyelni most a dollár párokat, ami dollár kezdetű párok, mert ezekben lehet esetleg most hosszabb távon jó belépő. Jó, megyünk tovább, GBP CHF, ugye ez volt a másik ilyen vesztes kötésem, itt nagyon szépen beszakadt az árfolyam, nem tudta átvinni ezt az utolsó legmagasabb havi szintünket, a kicsit összép húzom a csártot, akkor jól látható, hogy volt egy utolsó legmélyebb hónapunk, ugye ez a hónap, és azóta tulajdonképpen itt táncol az árfolyam ennek a havi szintnek a környékén, és nem tudott igazából elindulni. Viszont még nagyon mélyen nem jöttünk be a szintek alá sem, tehát itt van egy napos szintünk, és jó eséllyel, hogyha újra a szint felé tudunk zárni, akkor ebből a hold zónába való kitörés után akár be is indulhat az árfolyam, de meg kell várni, hogy szintek felé tudunk-e jönni. Így az, ami azt jelenteni, hogy tulajdonképpen visszazártunk a 2 évvel ezelőtti sávunkba, és ez a szint ez tartja magát, mert most pontosan egy 2 évvel ezelőtti mélyponton van az árfolyam, és ezért oldalazik ilyen sokat, és előbb-utóbb kialakítja azt a technikai képet, ami után el tud majd indulni felfelé. Itt is, hogyha a csúcsok völgyeket nézzük, akkor van egy kereskedési sávunk, ugye ez volt az utolsó kis visszatesztünk, és nézzük meg, ez se felfelé, se lefelé nem sérült még, úgyhogy meg kell várni, hogy milyen irányú lesz a kitörés, úgyhogy itt majd a következő napokban, hetekben látni fogjuk, hogy lesz egy kis belső nyakvonal, dupla aj, és akkor az abból való elindulás után lehet majd figyelni a trendvonal környékén. Szinte az összes pár most ilyen oldalazó szakaszban van, ezért nehéz a kereskedés, és azt kell megnézni, hogy hol van a nagyobb a lehetőség arra, hogy esetleg valamelyik oldalazásból kitörjön az árfolyam, és ott kell időben ott lenni, de megyünk tovább, euró, CHF a következő, itt is nézzük meg, milyen csúnya már a technikai kép elég régóta, ilyenekkel nem is foglalkozok, amikor ezt látom, azonnal tovább lapozok, mert nincs értelme itt időzni. Hogyha megnézzük az NZD CHF-et, itt is ugye visszajöttünk a havi szintre, és nézzük meg, a havi szint egyelőre úgy tűnik, hogy tartja magát. Itt is, ha kicsit összép húzom a csártot, akkor ez a pár hónappal ezelőtti hónap volt a legmélyebb hónapunk. Ennek a szintjén táncol már az árfolyam. Itt sem tudott elindulni, ugye itt is van egy kereskedési sávunk, ez az utolsó visszatesz, ez se felfelé, se lefelé nem sérül, és ugye trendről akkor beszélünk, amikor csúcsok vagy völgyek sérülnek valamilyen irányba, addig, amíg viszont ez nem történik meg, addig oldalazásról beszélünk. Itt is most, hogyha ez a szint tartja magát, akkor az ebből való elindulás után újra mehetünk felfelé, de ennek a folyamatnak is idő kell, hogy kialakuljon. Tehát kereskedni most ezen a páron sem kell még egy darabig. Utolsó CHF párunk, AUD CHF. Itt viszont bejöttünk, ugye, itt is volt egy pár hónappal ezelőtt, hiszem 2 hónappal ezelőtti ment a legmélyebbre, ez a havisávunk. És tulajdonképpen most volt egy visszatesztünk, áttörtük ezt a szintet, de visszajöttünk a sávba, ami azt jelenti, hogy nem ültünk rá a havi szintünkre, de ez még önmagában nem jelent semmit, mert ugye vannak itt csúcsok, magasabb völgyek. Amíg ez a tendencia megmarad, addig tulajdonképpen egyfajta trend irányban vagyunk, de ahhoz, hogy itt ez tartósan elinduljon felfelé, mindenképp vissza kell zárnunk a havi szintek fölé, és utána lesz esetleg elindulás. Tehát itt most, hogyha ez befejeződik valahol ez az esés, utána ebből való elindulás lesz az első, visszatesz, és ha már nem jövünk a szintek alá, akkor ide be lehet húzni egy trendvonalat, és itt a környékén szintörés, trendvonaltörés, momentumgyertya be lehet lépni, és akkor mehetünk újra felfelé, és itt azért még van hely, hova fejlődni, de meg kell várni itt is türelmesen ezeket a folyamatokat.
Jól látható, hogy nincsenek forgalmak, nincsenek alakzatok, nincsenek trendirányok, oldalazások vannak, és ilyenkor teljesen felesleges kereskedni, lemenni kisebb idősíkra, mert ott sem lesz jó kereskedés. Amíg a nagyobb idősíkon nincsenek meg a megerősítések, a kisebb idősíkon sem lesz értelme lemenni kereskedni, így csak a kereskedési kényszerünket erősítjük, és ezt kell leküzdeni, hogy ilyenkor, amikor látjuk, hogy nincs forgalom, akkor egyszerűen békén kell hagyni a piacokat, este 10:30 előtt odaülni a csártok elé, és megnézni, hogy a délutáni csapkodásból alakult-e valami vagy sem, és utána mindenki mehet a dolgára, nem kell egész nap a gép előtt ülni. Ezzel a fő devizapárokkal meg is vagyunk, sajnos túl sok lehetőségről nem tudtam beszámolni, esetleg még a japán párokban látok egy-két lehetőséget. Most átmenjünk a vegyes csártokra, ott megnézzük, mi a helyzet, és aztán legvégül ránézzünk a kriptovalutákra is, úgyhogy folytatás következik a vegyes csártokon. És már láthatjuk is az arany napos csártyát. Ugye itt volt egy nagyon szép lejövetel, itt az elmúlt két napban, ugye elérkeztünk egy fontos hetes szintre, onnan fordult le az árfolyam, tehát nem véletlen, viszont itt van nekem egy korábbi piros vonalam, az utolsó egyik legmagasabb havi gyertya legmélyebb pontja, és most tulajdonképpen ennek a szintörés utáni visszatesztje zajlik, ami azt jelenteti, hogy rövid távon még jó eséllyel, hogy ez a szint tartja magát, akkor újra még mehetünk rövid távon felfelé. Itt ugye ez az emelkedő trend egyrészt megtört, de amíg itt kéne valahol egy utolsó kis mélypontunk, addig nem tudom átmozgatni a trendvonalat, ha átmozgatom, utána még simán egy második lábba újra mehetünk felfelé, tehát ez még nem tört meg a trend, és ugye előző hónapok szintjeinek a visszatesztje történik, tehát itt áttörtünk egy előző hónap szintjét, és jó eséllyel ezek a szintek kerülnek visszatesztelésre, tehát most még egyelőre maradunk trendirányba, és hosszú távon még ugye tudjuk, hogy van hely felfelé a tavalyi év legmagasabb pontjai, de az nem jelenti azt, hogy közben nem jöhet egy kisebb visszateszt, mert mi a visszateszteket szeretjük, mert ott tudunk jó áron vásárolni. Szerintem a héten itt sem nagyon kell kereskedni, mert a technikai kép nem ezt mutatja. Megyünk tovább az indexekre, ugye DAX-szal kezdjük. Itt is ugye egy nagy emelkedésen van túl az árfolyam, itt volt egy nagyon szép belépő, itt ebben szakaszban. Én itt bel is léptem, de itt a szintek környékén, ha jól emlékszem, ki is szálltam, vagy egy picit följebb talán, igen, talán valahol itt szálltam ki. És utána nézzük meg, beoldalazott az árfolyam, volt egy kis szintörésünk, és aztán most várok egy visszatesztet. Amíg nem lesznek mélyebb visszatesztek, itt nem gondolkozok kereskedésben. Így már mehetünk is tovább, következő a NASDAQ, ugye itt van ez a kis nyitott pozíció, még arról beszéltem, hogy be van húzva a nullába a pozíció, és hogyha esetleg a visszatesztet kibírja a stopom, akkor jó, ha nem, akkor pedig kistopolódok nullába a legrosszabb esetben, de itt is ugye vannak előző hónapok szintjei, tehát hogyha nem lesz nagyon mély a visszateszt, itt a szinte környékén valahol megállunk, jön egy kis fordulós gyertya, ugye tudjuk, hogy itt még van hely felfelé, elég szép menetre, egy következő hetes szintig, úgyhogy erre érdemes koncentrálni, viszont türelmesen meg kell várni, hogy itt hány napig lesz piros gyertya, lesz-e valahol fordulós gyertya, esetleg egy heves mozgás, és az abból való elindulást utána lehet majd kereskedni, tehát erre mindenképp érdemes odafigyelni. És akkor nézzük, milyen helyzet az S&P 500 házatáján. Ugye az előbb a hetes csárton arról beszéltem, hogy itt már nem sok hiányzik, hogy megcsinálja a hetes szintünket, viszont ha itt lesz egy kis visszatesz, ugyanúgy, mint a NASDAQ-nál, akkor jó eséllyel rövid távon itt egy fordulásba benne tudunk még lenni, de meg kell várni, hogy hol végződik ez a visszatesz, akár itt erre kis belső nyakvonalra visszajöhetünk, és utána, ha lesz fordulós gyertya, akkor rövid távon még ebben is látok potenciált. Úgy tűnik, hogy most a vegyes csártokon kicsit több lehetőség van, mint a főbb devizapárokon, de megyünk tovább. GBP AUD, GBP NZD, EUR AUD, EUR NZD-vel jövünk. GBP AUD-dal kezdünk. Itt ugye az látható, a hetes csárton még ugye piros gyertyákat látunk, egy fontos Fibó szint és a hetes szint közé van beszorulva az árfolyam, viszont itt van egy napos szintünk, egyelőre napos szint felett vagyunk, de itt még ugye át kell vinnünk ezt a havi szintet is, tehát ha kicsit összép húzom a csártot, akkor láthatjuk azt, hogy itt egy pár hónappal ezelőtt volt az utolsó legmélyebb hónapunk, és aztán elindult felfelé zárfolyam, és most ebben a sávban kereskedünk. Itt egy kicsit még benéztünk a szintek alá, viszont hogyha újra vissza tudunk zárni a havi szint fölé, akkor mindenképp itt a hold zónából való kitörés után újra felfelé gondolkoznék, viszont ahhoz kellenek majd a hetes megerősítő gyertyák, tehát ami héten kialakul technikai kép, mondjuk itt a havi szint fölött, az lesz az én hetes fordulós gyertyám, és majd csak utána lesz ebből jó belépő, tehát mindenképp még nem mondom azt, hogy itt rövid távon nem lehet esetleg majd kereskedni felpattanást, de ezek nem a jó kereskedések lesznek, és ezeket nagyon röviden, nagyon gyorsan le kell zárni, de meglátjuk a következő napok eseményei mit hoznak, hogy tudunk esetleg egy momentum gyertyába a szintek fölé zárni, vagy sem.
Jó, megyünk tovább a GBP/NZD-re. Itt is ugye nagyon szépen a múlt pénteki gyertyában ugye volt egy újabb mélypontunk, és aztán most úgy néz ki, hogy ennek a napos szintje sérül megint felfelé, be van húzva a hetes szintem is, biztonság kedvéért, tehát itt vagyunk egy napos és a hetes szint közötti távolságban. Hát elég kicsi a távolság, ez biztos, hogy nem kereskedném, inkább azt figyelném, hogy hol lesz itt egy áttörés, egy visszatesz, és az abból való elindulás kereskedném, ami szerintem megint jó pár napba bele fog telni, mire ebből tényleg egy jó kereskedés lesz. Úgyhogy ha itt a szintek felett tudunk maradni, és a hetes szint is sérülhet felfelé, akkor jó eséllyel egy nagyobb menetben itt is benne tudunk lenni. Tehát ezekben látok lehetőséget, ha minden így marad. Jelenleg itt sincs óriási tempó, úgyhogy lapozunk is tovább, megnézzük, mi a helyzet az eurpárok esetében. Eur-aud-dal kezdünk. Itt ugye a múlt héten az eur volt az, ami nagyon erősödött. Itt nagyon szépen látszik itt a momentum gyertya is, de itt is ugye egy ABCD alakzatban lejöttünk. Ennek volt egy utolsó legmélyebb napos gyertyája, megvan az első lábunk, legalábbis alakulóban van. Meglátjuk, hogy itt hol akad el az árfolyam, lesz egy kis visszatesz, és az abból való elindulásba esetleg egy második menetbe be lehet majd szállni. Erre esetleg érdemes lesz figyelni, tehát itt a GBP-aud, GBP-NZD, Euro-aud, Euro-NZD párokban érdemes figyelemmel kísérni a következő napok eseményei. Megnézzük az Euro-NZD-t, hogy itt mi történik. Hát itt elég csúnya volt a technikai kép, ugye a múlt hónap a szinte csak az oldalazásról szól, és itt a pénteki híreknek köszönhetően egy kicsit kilőtt az árfolyam. Hogyha esetleg itt lenne egy visszateszt, a visszatesztelve az előző hónap szintjét, áttört szintjét, akkor még itt is lenne egy kis belépésre lehetőség felfelé. Úgyhogy itt is érdemes lesz figyelni, de meg kell várni mindenképp a jelzéseket. Ennyit ezekről a párokról, gyorsan ránézünk az AUD NZD-re, és hogy ott mi a helyzet. Jelenleg azt láthatjuk, hogy az ausztrál dollár erősödik az NZD-hez képest. Itt is volt egy utolsó, legmélyebb hónapunk ennek a nagy lejövetelnek, és utána nagyon szépen elindult felfelé. Ez az én diszkontárom, ugye áttörve a havi szinten, visszatesztelve, itt voltak a belépési lehetőségek, most tulajdonképpen csúcsvölgy elemzés van, ebben a sávban van az árfolyam. Türelmesen megvárunk egy heves mozgást, lehet, hogy jön még egy mélyebb visszatesz, és majd csak a második menetbe fog elindulni, és itt is van egy korábbi havi szintünk, ahova felvárom az árfolyamot, úgyhogy erre is majd érdemes lesz figyelni, de a technikai kép még várat magára itt is. Jó, akkor jöjjenek a CAD párok, USA dollár, kanadai dollár párra kezdünk. Ugye itt jól látható, hogy erős emelkedésben van az USA dollár, kanadai dollár. Itt egy előző időszaknak a napos szintjére jött vissza a zárfolyam, majd ezt újra áttörve elindult felfelé, viszont itt van egy fontos havi szintünk, amíg ebben a havisában nem kerül be az árfolyam, addig még jó esélye lesz egy kanyar itt lefelé, tehát itt elakadhat az árfolyam, mivel trendvonal is van, fontos havi szint is van, mélypont, és hogyha ebből való visszateszt után esetleg elindul az árfolyam, ez a mélypont már nem sérül, akkor jó esélye itt a szintek környékén, trendvonal és a szinttörés környékén lehet belépő, tehát erre mindenki érdemes figyelni, tehát itt a dollárpárok közül a hetes csárton is ezt láttam, mint lehetőséget, de megyünk tovább a következő párra, ami nem más, mint a GBP-kal. Itt ugye, itt volt a másik rossz kötésem, hogy itt tulajdonképpen engedtem vissza az árfolyamot, de egy kisebb mínusszal ki tudtam szállni, tehát nem vártam még, míg teljesen kistoppolódok, úgyhogy ez a lényeg mindig, hogy a számla védelme az elsődleges legyen, és hogyha látjuk azt, hogy nem úgy alakulnak a kereskedések, akkor zárjunk minél előbb, a kis mínusz sokkal könnyebb egy következő menetben visszahozni. Viszont itt nagyon szépen tisztán mozog a chart, és ugye itt is ugye van egy kereskedési sávunk, és ez a kereskedési sávunk még szignifikánsan nem sérül. Itt még simán jöhet egy heves hill leszúrás, és ugye vissza tudják rántani, és már testen nem jövünk a szintek alá, akkor itt is ugye meg lehet az, hogy visszazárhatunk itt a napos szintek fölé, és akkor itt is egy ilyen kis dupla V alakzatban folytatódhat tovább a történet, ezt meg kell várni, de erre is érdemes lesz figyelni itt a következő napokban, hogy itt milyen hírek jönnek, és hogyha megjönnek a momentum gyertyák, akkor nyilván itt is lehet újra felfelé gondolkozni majd. Itt is még egy darabig el fog tartani, mire ebből új belépési lehetőség lesz, így megyek is tovább, eurókad a következő. Itt viszont ugye még nem történt meg az a visszateszt, amire számítanék a héten akár, tehát itt egy oldalazó szakaszban vagyunk, és előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy lesz itt is egy kis elindulás lefelé, viszont a hírek fogják majd valószínűleg ezeket a mozgásokat beindítani, ami azt jelenti, hogy egy kicsit megkésve a többi katpárhoz, ez most még ugye tartja magát, de előbb-utóbb ezen a páron is meg lesznek a visszatesztek, és majd csak utána keresnék itt is belépőt. Ha átmegyünk az NZD kadra, itt ugye már elindult egyfajta folyamat, itt is ugye kereskedési sávról beszélünk, ez egy elég szűk sáv, tehát ez nem annyira kereskedésre alkalmas. Itt is ugye, hogyha ez a szint nem sérül szignifikánsan, akkor itt is egy oldalazásba és egy W alakzatba juthatunk ki, de ezt meg kell várni, hogy itt a következő napokban a híreknek köszönhetően
mi várható, és akkor utolsókat párunk az ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is ugye megtört a trendünk, előző hónapok szintje áttett törve, most már ennek a visszatesztje zajlik, hogy mennyire lesz mély ez a visszateszt. Itt van egy napos gyertya szintünk is, tehát akár idáig lejöhetünk, napos szinttől ugye napos szintig, és hogyha ez tartja magát, akkor rövid távon újra elindulhatunk felfelé, és visszatesztelhetjük ezt a trendvonal zónát. Ennyit a katpárokról, gyorsan ránézzünk még az EUR GBP-re, hogy ott mi a helyzet. Ugye itt a múlt héten egy komoly menetelésen van túl, és ez az a bizonyos második láb, amiről mindig beszélek, volt egy visszatesztünk, nagyon szépen elindult az árfolyam. Ezek az első felpattanás, ezek mindig rövid kereskedések, és nézzük meg, hogy ebben a hány napban, hány nap telt el, ez az egy jó kereskedés volt. A többi itt ebben kereskedni életveszélyes, mert ezt nem lehet kereskedni, nincsenek távolságok, nincs momentum. Ebben van a lehetőség. És ezt kell türelmesen kivárni. Amikor minden feltétel adott lesz, megvannak az első láb, második láb, trendvonaltörés, itt vannak a gyertyák, szépen elindult felfelé az árfolyam, megjöttek a hírek, a hangulat, a lendület, és ugye nagyon fontos, hogy hetes szintek felett maradt az árfolyam, mert ezért kell tudnunk, hogy a hetes szinten mi történik. Itt be van húzva a trendvonalunk, itt is tartotta magát nagyon szépen, és utána el is indult az árfolyam. Tehát ennyi nap után egy darab jó kereskedés volt ezen a páron. Gyorsan még ránézzünk az USA dollár húfra is, hogy ott mi a helyzet. Itt is ugye volt egy utolsó mélypontunk, volt egy nagy esésünk, és most úgy néz ki, hogy itt a dollár híreknek köszönhetően újra picit elindult felfelé az árfolyam. Itt is vannak bizonyos szintjeink, ugye két hónappal ezelőtti mélypont, előző hónap legmagasabb pontja, tehát tulajdonképpen itt simán elakadhat még az árfolyam, jöhet egy visszateszt. Ha ez a mélypont nem sérül és meg lesz a visszatesztünk, akkor nyilván a következő menet az előző hónap legmagasabb pontja lehet, de ahhoz előbb meg kell várni, hogy ez a folyamat megtörténjen, és lássuk azt, hogy esetleg ez a mélypont már nem sérül, és utána akkor ezt a trendvonalat át tudjuk majd ide mozgatni, és ez lesz a következő zónánk. Hát jelenleg így állunk, túl sok lehetőségről nem tudtam beszámolni. Amiben most még látok lehetőségeket, amit az előbb is mutattam, mégpedig a dollárpárok, az egzotikus párok, USA dollár, norvég korona, USA dollár, svéd korona, mexikói pezó, afrikai rand, viszont ezek nagy mozgású devizák, ezért nem is szoktam ide behozni ezeket, mert tudom azt, hogy kis számlával tapasztalatlan kereskedők, főleg itt borzasztó nagy stopokat kell használni ahhoz, hogy ki ne üssenek minket, nagy elmozdulásokra képesek, és hogyha nem jó döntéseket hozunk, akkor egy kis számlán azokkal a párokkal nagyon gyorsan nagy veszteséget tudunk csinálni, és ugye ezt nem szoktam javasolni kezdők számára. Maradjunk többnyire inkább a főbb devizapároknál, inkább kisebb mozgású devizákban legyünk benne, és azokban próbáljunk minél tovább benne maradni. Akkor még gyorsan átnézzünk a kriptovalutákra, ott megnézzük, hogy mi a helyzet, és aztán nagyjából fel is készültünk a hétre, és aztán a hét átra lévő részében majd a hírek átrendezik, amiről eddig beszéltem, vagy támogatják az adott irányokat, úgyhogy meglátjuk, hogy melyik fog megvalósulni, hogy folytatás következik a kriptovalutákon. És már itt is vagyunk a Bitcoin napos csártyán. Hát itt túl sok minden nem történt. Volt egy nagy emelkedés az elmúlt pár napban, az elmúlt hónapban, és igazából azóta nem történt semmi. Itt van a következő szintünk, se lefelé, se felfelé nem nagyon ment az árfolyam. Tehát itt egyelőre megint nem történik semmi. Aztán itt van az Ethereum, ott is hasonló a helyzet. Elérkeztünk ugye egy fontos havi szintre, egy 3 hónap ezelőtti legmagasabb pontra, és most tulajdonképpen itt oldalazik az árfolyam. Nincs forgalom egyáltalán ezekben a kriptovalutákban. Mi gyorsan ránézünk a Ripple-re, hogy ott mi a helyzet. Hát ott sem. Ide felérkeztünk egy fontos havi szintre, azóta tulajdonképpen állnak az árfolyamok. Ezért jobb a Forex, még ha nincs is túl sok kereskedési lehetőség, de azok sokkal kiszámíthatóbbak, sokkal jobban tervezhetőek, mert van múltbéli adatunk bőven, és jól láthatóan a szintek gyönyörűen működnek, tehát nincs értelme ennyi instrumentummal foglalkozni egyszerre. Hát jelenleg ezeket a lehetőséget látom, de nyilván a héten kijövő hírek ezeket bármikor még felülírhatják, viszont amire érdemes figyelni, hogy jól láthatóan nincsenek komoly forgalmak, tehát sokkal nagyobb türelmet kell gyakorolni, és addig nincs értelme lemenni a kisebb idősíkokra, amíg a magasabb idősíkokon a megerősítések meg nem jönnek. Ezt tudom javasolni mindenkinek, gyakoroljon türelmet, és csak akkor kereskedjen, hogyha minden feltétel adott. Nagyon fontos, hogy a kereskedési szabályokat a lehető legjobban tartsuk be, viszont előfordulnak olyan alkalmak, amit az előbb is beszéltem, hogy nem tanítható, amikor egyszerűen már a piaci hangulat felülírja a technikai képet, és idő előtt bele tudok vásárolni olyan történetekbe, ami aztán vagy jól alakul, vagy nem, viszont a kockázatot merni kell vállalni, és tudni kell azt, hogy utána lehet ez két irányú utca, lehet jól alakul, lehet, hogy rosszul alakul,
de viszont ezt a részét már nem tudom tanítani, ez már tényleg kőkemény pszichológia, és ezt idővel vagy ráérez az ember, hogy mit akar üzenni a piac nekünk, és belemer vágni esetleg egy kisebb kockázattal, vagy pedig esetleg kimarad ebből a történetből, ez már mind mentális felkészültség és pszichológia. Ezzel a mai körkép végezés értünk, hogy esetleg menet közben látok bármilyen új lehetőséget, az pedig a Facebook és Instagram oldalon úgyis meg fogom osztani veled, úgyhogy köszönöm szépen a mai figyelmet, remélem tudtam ma is pár hasznos gondolattal szolgálni, úgyhogy hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó kereskedést a hétre mindenkinek, sziasztok!